A szokottnál picivel többet készülhet az MTK Török Bálint ellen a Nyíregyháza Blue Sharks, mivel a 18. forduló záró mérkőzését az elmúlt hétvége helyett kedden játsszák a csapatok. Az eredeti időpont szerda lett volna, de a vendégeket irányító korábbi nyíregyházi játékos Bódi Ferenc kérésére egy nappal előrébb került a találkozó. A hazaiak vezetőedzője Siska János szerint sikerült hasznosan eltölteniük a plusz napokat. Jó jött a pihenő, muszáj volt a fiúknak kicsit rehabilitálni, voltak kisebb sérüléseink, úgyhogy a múlt hét első felében inkább erről szóltak az edzések, gyengébb edzések voltak, egy picivel egyéni képzések voltak, de hát péntektől kezdve pedig már készültünk az MTK-ra. Feri egy nagyon jó edző, nagyon jó felkészítette ezt az MTK-t. Vannak benne idősebb, rutinosabb játékosok, fiatal játékosok is, kellemetlen játékot játszanak, hogy mindenképpen komolyan készülünk rájuk. A két cápák legutóbbi három bajnoki meccsüket megnyerték, így a sikeresen megvívott HEP kupa negyed döntőt is számolva négyes győzelmi szériában vannak Bazsó Brunóék. Az elmúlt mérkőzéseken úgy teljesítettünk, ahogy szerettünk volna, tudtuk hozni azokat a mérkőzéseket idegenben, amiket akartunk. A következő mérkőzés az MTK ellen lesz, ami nem lesz könnyű mérkőzés, de reméljük, hogy át tudjuk menteni a formánkat és folytatni tudjuk ezt a győzelmi sorozatot. A centereik különleges esetek, mert kifele is válnak és dobják is a triplát, és ezen kívül irányító poszton a Jakab Peti, aki meghatározza és megszabja a játékukat. A Nyíregyháza Blue Sharks MTK Török Bálint mérkőzés kedden 17 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig csütörtökön 20:25-től láthatják a találkozót.